Hello mindenkinek, Ryder vagyok, és a mai Heroes of the Storm videónkban Fast Add-dal fogunk játszani, de mielőtt elkezdenénk ezt a meccset, még el szeretném nektek azt mondani nagyon-nagyon gyorsan, hogy még ma van időtök jelentkezni a Heroes of the Storm Last Cavern bajnokságunkra. Valószínűleg lent lesz a link a leírásban, ha nem, csak keresetek rá a csatornámon a videóra, és meg fogjátok találni. Totál jó lesz, király lesz. Oké, szóval a mai build... Mai buildben nagyon-nagyon reménykedek ahhoz, abban, bocsánat, hogy lesz még assassinunk. Nem lesz a trolloló fast add build, viszont nem lesz sokat sebző. 8:17 perc van délelőtt, szóval orosz meccs lesz? Kérdője? Jól van, hölgyeim és uraim, ma az Infernal Shrines pályán fogunk játszani. És a mi csapatunk, Gazlo, Salami Ashalanore, Xul, Tracer, valamint Fastad az ellenség csapata, pedig Tracer, Fastad, Nova, Trall, illetve Sergeant Hammer. Na most a build, amit meg fog nektek ma mutatni, az nem egy nagyon sebző build, mint ahogy mondtam, de hál' Istennek tele vagyunk, tankokkal. Amúgy, Fastad tánc. Oké. Megyek, ne aggódjatok, megyek. Szóval, a mai buildünk az olyan lesz, hogy inkább... Oké, csak óvatosan. Még nem látják, még mindig nem látják. És megjártuk az internetet. Nagyszerű. Trall nem. Ott jön egy másik faster. Az én tintem a szebb, mert az újabb. Amit értitek, nagyobb szint kell hozzá. Szóval első szinten a Season Max-met vettük föl, szerintem ezt mindenki tudja és nagyon jól ismeri is. Szóval, tudjátok, hogy miről van szó, anélkül mondanék bármit is. Oké. Fastet képességei. Q, Hammerang, egy ilyen hosszú skillshot, ami amikor eléri a pályája végét, akkor visszafordul, visszajönhetnek a kalapácsunk, valahogy így. És ugye mindeközben sebez mindenkit, akit eltalál. Dupla Wing, Lightning Rod. Egy ilyen területen belül tudjuk használni a képességet, és akkor egy nagyobb területen belül kell maradjunk a célpont körül. És ha ez megtörténik, akkor folyamatosan sebezzük, nem is tudom, 3-4-et, 4 másodpercen át sebezzük. Ami úgy nem rossz. Az énk pedig Barrelról, baszki. Juke City. Please. Oké. Okay. Lényegében egy dash, gyakorlatilag. Gyakorlatilag egy dash, egy vault. Hogy nevezzük még? Hogy van még ez a játékban megtalálható? Renengan. Hogy talált ez még a játékban meg? Oké. Szóval most már, hogy mindenki csinálja a shrine-okat, jövök én is fölfele. Ugye én vagyok Fasted, mountuk helyett repülni tudunk. 45 másodperces a cooldown-ja alapból. Majd később 20. szinten, ne laggolj. Majd később 20. szinten lehet rajta változtatni. Oké, ő is megkart, jó van, Tracer, te jössz. Fuck you, eltaláltalak, ne, laggok, ne. Oké. Szóval, első szinten Season Max-ment vettük föl. Igazából ki fogjuk bírni, ha támadunk. Valamint a Vampiric Assault-ot, ami igazából most már nem Vampiric Assault, hanem Vigorous Assault Strike. Vigorous Assault. Igen, vigyázni kell a trallokra, a lovákra és a hasonlókra. Szóval, Ezzel a képességgel minden basic attack-ok 15%-ot visszatölt. És ugye ne felejtjük el, e 15%-ot a sebzésből visszatölt. És ugye ne felejtjük el, igazából nincs mit idejöjjek, mert ezt megszereztük, hogy a Season Max mennel azzal minél több ellenséget megölünk, minél több minion és ellenséget megölünk, annál többet fogunk sebezni. Tehát gyakorlatilag annál jobb lesz a HP visszatöltésünk is. Ami fontos. Ami nagyon-nagyon fontos. Hiszen, ezt még nem mondom nektek, ez a Zero Stress
Fast Track Brigade gyakorlatilag azért van, azért létezik, hogy csak úgy semmiféle stressz nélkül csináljuk mindenfélét. Nova. Nova, menj már el a picsába. Tudom, hogy itt vagy valahol. Csak így zéro stresszel, semmi problémával, semmivel, csak így szépen eltédeljük a dolgokat. Megöljük az embereket. És így legyünk, értitek. Most azt nem értem, hogy mondjuk igen, oké. Azt akartam mondani, hogy nem értem, hogy igazából, hogyha minionokat sebzünk, akkor az miért siege damage. De ugyanakkor mi más lenne, tehát értitek. Csak ez a kettő van. A hetedik szinten a first aid-et fogjuk fölvenni. Túl sok képessége volt Fastnak, hogy gombot nyomjak rá, nem voltam elég bátor. És a first aid-del gyakorlatilag túl fogunk élni kb. Mindent. Hammer please. Gyakorlatilag túl fogunk élni kb. Mindent, amire szükségünk lehet. Amilyen támadások jöhetnek ellenünk. Gond nélkül szerintem. Akár le tudnám tédelni Hammert is, nézzétek meg. First aid. El kellett meneküljön most. Viszont nekünk is. Hiszen nem tudom, oké, tudom, hogy hol van botom, vagy hova láttam. De értétek a helyzetet. Oké, neked is van first aid, jól van. Jól van, Hammer, jól van. Te nyertél, ezúttal te nyertél. De még visszatérek. Egyszer. Oké. Okay. Ez a boton. A csapatunk igen erősen pushol. Szalámi, ha jól látom, egy kicsikét bajban van, de igazából el fog tudni menekülni. Szóval ilyen szempontból nincs semmiféle probléma. Topot pedig gyakorlatilag, hát Faster őrzi, amennyire tudja. De szerintem egy Skull és egy Tracer ellen nem sok mindent fog tudni csinálni. Az szerintem kicsikét sok már neki. Oké. Okay. Jó. Oké, okay, Hammer meg fogsz halni valószínűleg. De nagyon picikén múlott, hogy meghaj. Viszont, most a problémád az az lesz, Hammer, hogy vagy haza kell menj inni, vagy haza kell menj, vagy innod kell. És az úgy neked mindenféleképp probléma. Na most ez a faster build, ez totál nem nagy sebzés faster build. Legyen Hinterland Dust, miért is ne. Hiteltek, ez alatt azt értem, hogy gyakorlatilag nem azért létezik ez a build, hogy olyan sokat sebezzem, vagy valami ilyesmit. Ez a build azért létezik, hogy inkább trédelni lehessen vele. És nézzétek meg! Igen, ahogy azt mondom, hogy ez a build nem azért van, hogy sokat sebezzen, lesebzünk mindenkit, és megölünk mindenkit majdnem az ellenség csapatából. De megnézitek, Gászló sokkal többet sebzett, mint én. Szalámi sokkal annyira nem. De Gászló sokkal többet sebzett, mint én. Mi a fene, Gászló? Mit csinálsz? Mit csinálsz, Istenem? És van rengeteg olyan build a Fastnak, és mutattam is már nektek, amelyikkel egyszerűen csak sokkal többet lehet sebezni. Majdnem meghaltál. Ez egy lézer! Elfelejtettük mondani, ez kár. Ez kár, hogy elfelejtettük mondani, pedig kellett volna. Oké, okay, ez kerül ki. Jó, az ott egy stun, az ott egy stun. Nincs manánk. Ez a probléma. Hogy nincs manánk, az a baj. A két része valószínűleg meghalt, de hogy halt. De meghalt. Csak nem. Csak nem egy Tracer meghal, gyerekek, ezt fel kell valahova írni. Szerintem ezt totál fel kell valahova írni. Amúgy fast a trétje. A Tailwind, amikor 6 másodperc nem sebződtünk, akkor... itt nem segít nekem senki. Ki segít anyának? Akkor... bónusz sebességet kapunk. 20%-osat. Szóval gyakorlatilag olyan, mint a Lunar Ray, csak rosszabb. Hát a Lunar Ray ez folyamatos. Oké. Okay. Oké, okay, 13. szinten a Steric Shield-et fogjuk fölvenni. Ó, oh, baszki! Szóval a Steric Shield-et fogjuk fölvenni, ami azt csinálja, hogy amikor a duplavénk sebez, akkor pajzsot is kapunk. Szóval nem elég, hogy az autoattackjainkból healerünk, méghozzá autoattackonként kb. 20-at, ami azt jelenti, hogy 2 másodpercenként 60-at, majdnem, most
apróságoktól tekintsünk el. 28-at nézzetek meg. Igen, persze 15%, bocsánat. Szóval gyakorlatilag 2 másodpercenként 100-at. Oh, fuck you. Oké, Hammer, te meg fogsz halni. Bocs. Bocs, de te meg fogsz halni. Az egy nagyszerű gravity lapse volt Salamitól, és azt egyszerűen túlélni, azt mondanám azt, hogy szinte lehetetlen. Oké, ezt szerezzük meg szerintem is, egyetértek Tracerrel. És utána én hazamegyek, majd egyből felrepülök, mert én vagyok fasted. És én ezt meg tudom csinálni. Ami tök király. Gyakorlatilag pusztítjuk el fel az ellenség csapatát. És nem tudom, hogy tudnának minket megállítani. Tehát... pedig náluk is van minden, náluk is van sebzés, náluk mondjuk több a... több a specialist. És ez sokat jelenthet. Oké. Okay. Főleg a gázlók a töretjeikkel, azok nagyon-nagyon ki tudják. Mit tett fel gázló 10. szinten? Rabba Goblint? Nem, Gravobombot. Oké. Okay. Akkor teamfightos gázló. Gyakorlatilag már nem is jönnek. De mondjuk nem is kellene jöjjenek, értitek? Tehát én se jönnék nagyon a helyükbe, nem... XP-t kell szerezzenek ahhoz, hogy visszajöjjenek a szintünkre. De azzal meg problémában vannak, hogyha nem tudnak nyerni, nem tudnak öléseket összehozni, akkor egyszerűen nem tudnak honnan szinteket szerezni. Értitek? Problémát. Jeleztem a csapatnak ugyebár az állt képesség kattintással, hogy készen állok a boomshakalakát használni, hogyha netán arra lenne szükség. Oké. Okay. Tényszert eltaláltuk, ami nem olyan rossz. Sőt, tényszer meg is halt. Jó, egy kis HP-t nekem. Ó, oh, köszönöm szépen! Sundering mentett meg! A Sundering mentett meg, hogyha nem lett volna a Sundering, akkor valószínűleg meghalok. Sundering kinyomott a Precision Strike-ból. És ezért túléltem ugyebár. Jó, 16. szinten az Afterburner-t fogjuk fölvenni. Ezáltal, hogyha használjuk az énket, akkor kapunk egy sebesség bónuszt, ráadásul igen nagyot, 60%-osat, ha jól tudom. 60%, igen, és 3 másodperc alatt szépen semmissé válik. De 60% az sok. Az nagyon-nagyon sok tud lenni. Oké, Tral meghalt, gyakorlatilag tudunk szaladni a többiek után sokkal-sokkal temposabban. Az nem az igazi Nova, igaz? Nem, hát. Oké. Okay. Xul egyedül is meg tudja ezt szerezni, nem nagyon kellene segítség, de hát Istenem, ha már itt vagyok, akkor miért is ne. Legalább kapok én is egy Regen Globot. Úgy is van. Közben Salami meghalt, ami nem olyan jó. Ott van valahogy Tracer is. Oké, ott van egy Hammer. Igazából csak Hammer távolságon kívül maradunk, és akkor nem tud mihez kezdeni velem. Velünk. Oké, okay, mire idejön? Addigra, oké. Okay. Ez itt így gáz lesz, nem baj, Afterburner! Tötörő. És nem tudnak utolérni. És ez a védelem a buildben, tehát eddig azt csináltuk, hogy ugye első szinten Season Max majd többet tudunk sebezni. Illetve második szinten, értitek, negyediken, Vigorous Assault, hogy hírelődjünk, és ugye ez a kettő szinergizálódik, tehát ez egy szó, gondolom. Tehát minél többet ölünk, minél nagyobb a bónusz sebzésünk, annál többet hírelünk magunknak vissza. Aztán a hetedik szinten, First Aid, ugye még több életben maradás, és tizedik szinten, hát csak egy Hinterland lesz. Igazából tök mindegy, mind a kettő legit már nagyon. Mind a kettő jó dolog. Tracer. Tracer, oké. Okay. Fuck you! Nekem is van jelenem. Oké, okay, First Aid. Jó, sajnos. Sajnos azért túl sok volt a sebzés egy picikét. Viszont Gázló egy nagyszerű Gázló kombóval megölt az ellenség fastadját és Tralját is. Valami Tracer is meghalt, ami tök király. Szóval, igen. 13. szinten pedig Static Shield, hogy amikor a W-nket használjuk,
akkor még pajzsokat is kapjunk mellé, tehát még több túlélés, valamint 16. szinten az Afterburner, hogy ugye gyorsabban tudjuk mozogni, azaz gyorsabban tudjunk elmenekülni, vagy ha esetleg szükséges, akkor gyorsabban tudjunk támadni. Szóval nem sebzünk olyan sokat, ugye, mint láthattátok. Lehetne sokkal-sokkal többet sebezni. Fastaddal, más buildekkel. De ugye nem olyanunk van, amilyet csináltunk. És ez a build túlélésben nagyon-nagyon jó, de abban remek. És szerintem ezt igazolja az, hogy gyakorlatilag egyszer látunk meg az egész meccs alatt. Szerintem nagyon-nagyon jól igazolja azt, hogy túlélni igazán jól lehet ezzel a build-del. És most megnyerjük a videójátékokat? Gyerekek, most megnyerjük a videójátékokat? Oké, okay, stuck, jó, semmi baj. Gyakorlatilag ez nem csinált semmit, bemutok a first aid-et. Ez nem az igazi Nova, az biztos. Oké, okay, nem nyerjük meg a videójátékokat valószínűleg. Főleg, hogy Tral már mindjárt visszajön és mindenki csoportosan vonul elfele. Viszont igen, sokat sebeztünk az ellenségnél. És ugye nézzétek meg, gyakorlatilag az életünket visszatöltöttük. Zero stressz, gyerekek, zero stressz. Zero stressz. Oké. Okay. Na most, 20. szinten a Nexus Frenzy-t fogjuk fölvenni, de nem a sebzés miatt, hanem amiatt, mert sokkal gyorsabban tudunk támadni, már 1,7-es a támadási sebesség, nem 1,4-es. Ezáltal sokkal több HP-t tudunk visszatölteni, és az csak még több túlélés, még kevesebb stressz. Tehát egyszer haltam meg az egész meccsben, én haltam meg a legkevesebbszer az egész meccsben. Gyakorlatilag majdnem mindig teljes életem volt, mert olyan jól visszatölt minket minden, ami létezik. Tracer jön, Tracer támad. Xur, ez nagyon durva volt, már megsárgulj. Tessék, kigurultunk. Semmi stressz gyerekek, semmi stressz. Jó, Szalámi meghalt, ez az ő hibája. Ez nem az enyém. Bum. Tessék. És akkor legyen egy kis sebzés. De attól még semmi stressz gyerekek, semmi stressz. Oké. Okay. Jó, Tracer is meghalt. De attól még mindig semmi stressz. Oké, okay, szóval nem fognak odafigyelni, nem figyelnek rá. És pont ezért a top képet le is szedtük. Én őszinte leszek veletek. Ezt tudtam már, hogy 300, bocsánat, 2000. Nem, nincs sok különbség. Ezt tudtam, hogy 2000 Heroes meccset, ha nem többet. Nem láttam azt, hogy tudná a vörös csapat visszahozni magát. Totál nem látom, hogy tudnának minden visszajönni. Hogyha talán elvájfolnának minket teljes mértékben, úgyhogy mindenkit. Nem az, hogyha a Nova csak úgy dobálja össze-vissza a PS-t. Azzal biztos, hogy nem. Akkor talán... Oké. Okay. Akkor talán tudnának valamit csinálni. Jó. Picikét nyomjuk be a... az egy Thundering volt. Sajnos mindenem cooldownon van, szóval gyakorlatilag nem tudsz csinálni semmit. És hey, igazából zónázódunk kifele, ami nem olyan szórakoztató, hogyha belegondolunk. De ugyanakkor mit számít az? Most úgy nagyon-nagyon mit számít az? Ugye Afterburner... Itt vissza tudunk jönni szépen így, ilyen csellel, körbe. Be tudunk nyomni egy ilyet. Tralt meg tudjuk ölni, Tral meghalt. Tracert is majdnem meg tudjuk ölni. Tracer is meghalt. És itt van a mi Tracerünk, és a mi Tracerünkkel együtt pedig gond nélkül, azért BFG, gond nélkül meg tudjuk szerezni a dolgokat. Ott van az igazi Nova. Igen, le lettem stunolva. Biztos pinning shot. Biztos egy pinning shot, viszont csak egy Defendert kellett megölni, mi a fene az? Mr. Skeletalt. És meg is lett az eredmény, ugyanis miénk lett a Punisher. Ami tök király. Mondjuk egy kicsit. Kicsit. Oké.
Én megyek, majd amikor megyek, de addigra már rég megszereztétek, szóval én inkább ide, erre fel fogok tartani. Közben lejött az ellenség kórjáról a shield, most már kezd visszajönni. Fú, még oda se fogok odaérni. Nova meghalt! Ő már megszerezték, mi a fene? Miért? Nova meghalt, ami nem annyira full. A Punisherünk az úgy Punisher, de nem eléggé, nem fogjuk leszedni ezt a képet sajnos. Viszont gyakorlatilag, tehát ahogy így elnézem a dolgot, hogyha nem kezdenek el csinálni valamit, és nem kezdenek el teamfightokat nyerni, nem tudom, hogy tudna a vörös csapat összeszedni magát és visszahozni. Gyakorlatilag. Oké. Jó, és a Sundering, igen, persze, ezt gondoltam, hogy ki fog jönni. És sajnos túlságosan bementem, valamint a Sundering az nagyon le tudott fogni. Viszont majdnem meghalt Thrall is. Oké, sajnos nem volt elég sebzés. Viszont, hogyha ezt csinálja a vörös csapat, akkor már vissza tudja magát hozni. De ugyanakkor mi gyakorlatilag meg tudjuk csinálni azt, hogy amikor feljön egy immortál, besétálunk, piu-piu-piu, és kor már nincs, és akkor azzal már gyakorlatilag nyertünk is. De szépességgel meg tudjuk csinálni, hogyha meg akarnánk. És erre figyelniük is kell. Xul valószínűleg meg fogod halni, vagy nem, egy nagyszerű rút, hanem elfogja Thrallt, és közben Xul el tud totál menekülni, gond nélkül. Viszont Sergeant Hammer! Sergeant Hammer sokan köszönjük Blast! Utolsó pillanatban sajnos megöli Xult. Oké. Szóval, hogyha ezt megszerezzük, és nem halunk meg közben, akkor igazából minden rendben lesz. Csak meg kell tudni szerezni hozzá. Nova nincs fenn, ami nem olyan rossz dolog. Hammer, hova mész? Oké, menj el. Nova nincs fent, az gyakorlatilag nekünk előnyt jelent, mert ugye Nova a kis törékeny hősöket tudja nagyon-nagyon jól leszedni. Viszont, most, hogy nincs fent, gyakorlatilag előnyben vagyunk. Oké, már fenn van, már nyomja a PS-eket. Nem vagyok benne biztos, hogy annyira kellene. De Istenem, hogyha ezt akarja nyomni, akkor ezt akarja nyomni. Ki vagyok én, hogy azt mondjam neki, hogy hé, ne nyomd a PS-t. Mert ez egy fasság. Hello. Baszki. Zero stressz. Oké, viszont Gazlow. Viszont Gazlow és Xul. Istenem, mi van itt? Mi történt? Szerintem az Orbital BFG-t vette föl? Nem. A Nexus Frenzy-t vette föl. De persze Nexus Frenzy, Nexus Blades a mérés hősöknek van. Igen. Oké, szóval ha az Arcane Punisher-rel be tudunk pusholni, és nagyon úgy néz ki, hogy be tudunk, akkor most valószínűleg megnyertük a meccset. Valószínűleg ezzel a pussal megnyertük a meccset, ugye bármi, hogy itt van Xul, mindig amikor meghal egy minden a környéken, akkor csodálatos csontvázak jönnek a mi csapatunknak a helyére, és ez még több push erő, az még több nyomás az ellenség csapatára. Én jövök, én úton vagyok. Nem tudom, hogy mire ideérek, lekésem a partit, nagyon úgy fest, hogy igen. Kár érte. Oké. Semmi gond. Viszont megmutattam nektek a Zero Stress Falstad buildet. Nem az enyém, egy másik youtuberé, akit nem nevezünk meg. Megnevezünk MF Pelletime. Legalábbis tőle láttam, nála láttam először. És nagyon szórakoztató. Tehát meghaltam négyszer. De egyáltalán, őszinte leszek, egyáltalán nem zavar. Meghaltam.
így is sokat tudtam trédelni, sokat tudtam pusztítani eléggé. Gyakorlatilag 7 ölésem volt, 11 asszisztom, az összesen 18, gyakorlatilag az ölések több mint felében részt vettünk. Ami tök jó, ami tök király. Viszont sebzésben nagyon-nagyon keveset sebeztünk, tehát látjátok, hogy nem egy sebző build, viszont nagyon sokat lehet vele életben maradni. Tehát, hogyha nem számolnak le minket, folyamatosan nem jön mindig a Sundering ránk, akkor gyakorlatilag szépen életben tudunk maradni. Ugye gyakorlatilag az első három, sőt, az első három, illetve az ötödik képességem, gyakorlatilag egyetlen egy darab képesség, a Hinterland Blast, vagy a másik ulti, sőt a másik ulti még jobban működne, mert el tudja nyomni az ellenséget. Egyedül az nem defensív képesség, hogyha úgy vesszük, úgy is vehetjük a dolgot. Szóval remélem tetszett a mai Heroes of Storm videó, ha igen, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, mert az rengeteget segít, valamint még ma nevezhettek a Heroes of Storm bajnokságunkra. Link lent a leírásban. Csak ki kell tölteni, és akkor király lesz minden. Ryder voltam. Sziasztok!